Sztojko Vigor, az Entai községi képviselőtestület titkára elmondta, hogy azért kellett kinevezni az új községi választási bizottságot, mert múlt pénteken, február 4-én a köztársasági parlament elfogadta a helyhatósági választásokról szóló új törvényt, amely már 8-án érvénybe lépett. Minden község kötelessége egy héten belül kinevezni az új választási bizottságot, mivel az elkövetkező elnökválasztások és parlamenti választásokon a községi választási bizottságok is olyan szervek lesznek, amik le fogják vezetni a választásokat. A törvény előírja, hogy a mandátumok alapján, tehát melyik frakciónak mennyi mandátuma van, és az elért szavazatok alapján vannak szétosztva a helyek a választási bizottságban. Az új törvény továbbá azt is előírja, hogy a választási bizottság elnökének, alelnökének, titkárának és titkárhelyettesének is okleveles jogásznak kell lennie. A napirendi pontot a képviselők egyhangulag elfogadták.